az a megtiszteltetésért, hogy én fogom a mostani panelt moderálni, aminek az a címe, hogy felborulhat a NER kényes egyensúly az októberi választáson, vagy baloldal nélkül nincs Orbán utáni Magyarország. Azt a megbízatást és, hogy mondjam, felelősséget kaptam, hogy részben nyisson meg ezt a délutáni panelt, amelynek a vendégei Majtényi László alkotmányjogász egyetemi tanár, Karácsony Gergely közös ellenzéki főpolgármester jelölt és Székely Sándor, független országgyűlési képviselő, a Szolidaritásnak az elnöke. Közvetlenül a panel előtt kérdeztem a szervezőket, hogy nem probléma az, hogyha egy picit érdesen fogalmazok, nyilván a választási kampány hajrájában vagyunk, úgyhogy én nem szeretnék senkit semmilyen módon sérteni, de nyilvánvalóan elsősorban azokat a gondolatokat szeretném őszintén megosztani önökkel, ami részben a választással kapcsolatos, részben pedig a választás utáni helyzettel. Hát akkor bele is kezdenék. Kedves elvtársak, hogyha szabad ezen a helyen, én nagyon szeretem az elvtárs szót, túl a ideológiai áthallásokon egy gendersemleges kifejezés, tehát ilyen szempontból is passzol a 21. századi baloldalnak, vagy leendő baloldalnak a krédójába, tehát kedves elvtársak, az első szó mindenek előtt a köszöneté Kalmán Szilárdnak és az egész Szolidaritásnak, különösen Székely Sándornak, hogy ezt a mai alkalmat ilyen formán megszervezték, és nagyon-nagyon remélhetjük azt, hogy a továbbiakban lesznek hasonló események a baloldalnak, az Orbán utáni baloldalnak egészen biztosan szüksége van ilyen típusú eseményekre. Az első gondolatom az lenne, és hát nyilvánvalóan nem szeretnék a kelleténél jobban ünneprontó vagy udvariatlan lenni, hiszen itt elhangzott egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy van egy politikai innováció. Van egy politikai innováció, vagyis hogy az ellenzék tudott alkalmazkodni, és Székely Sándor így fogalmazott a bevezető gondolatok között, hogy tudott alkalmazkodni a választási rendszer adta, hát elsősorban kényszerekhez. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, és reméljük, hogy a panelben ül a következő főpolgármester, vagy Budapest következő főpolgármestere. Ugyanakkor ez az alkalmazkodási kényszer, ez az alkalmazkodási nehézség, azt hiszem, hogy nagyon-nagyon sok problémát is felvetett, és ez éppen előbb emlegetett főpolgármester, vagy leendő főpolgármester küzd ezekkel a problémákkal. Vagyis azzal, hogy ebben a kényszer helyzetben a Fidesz nagyon-nagyon-nagyon erősen jelen van az ellenzéki pártokban, és egyáltalán beépült tulajdonképpen az ellenzéki szerveződések szinte mindegyikébe, akár akarva, akaratlanul, akár politikai korrupciónak a segítségével, akár bármilyen más módon. Azt gondolom, hogy ezzel egészen biztosan dolgunk van. Az önkormányzati választás nyilvánvalóan nagyon fontos, ahogyan a tavalyi választás is nagyon-nagyon fontos volt, és itt már ugye megtörténtek a szembenézések a választással, vagyis hogy hogyan lett kétharmad. Szerintem fontos a kétharmadról beszélni és gondolkodni, de higgyük el, a Mészáros Lőrinc faktor, alias Orbán Viktor, nyilvánvalóan nem a kétharmadtól függ. Mire gondolok ezzel? A NER, mint politikai, társadalmi, gazdasági struktúra, választási sikertől, sikertelenségtől velünk lesz és velünk él. És ezzel megint csak dolgunk van, ezzel valamilyen módon számolnunk kell. Tehát kétharmad ide vagy oda, politikai összefogás ide vagy oda, politikai siker országos szinten vagy helyi szinten ide vagy oda, a NER egész biztos, hogy jelen van. Ezzel sok szempontból árnyalni szeretném azt a részben optimista és azt gondolom joggal optimista megközelítés, hogy helyi szinten igenis van lehetőség a NER-rel szembeszállni, de egész biztos, hogy egy óriási kényszer és egy óriási nyomást jelent társadalmi szinten, önkormányzati szinten. Mégpedig azért, mert a Fidesz, és azt hiszem, hogy a kampány ezt nagyon-nagyon erősen megmutatta, egy feudális maffia szervezetből egy állampárttá kezd átalakulni. Szerintem érdemes innen indítani minden típusú ellenzéki gondolkodást. A Fidesz tulajdonképpen azokat a klasszikus állampárti jegyeket kezdi el nagyon-nagyon erősen megmutatni, és most már nyíltan képviselni. Szerintem itt van egy alapvető, részben politikai kommunikációs, részben a félelmen alapuló, mármint a Fidesz félelmen alapuló
megfontolás, és persze nyilván joggal állították az első panel részvevő, hogy nem sik fideszesnek lenni, de mondjuk a politikai kommunikáció szintjén azt bevállalni, hogy aki tulajdonképpen az, aki nincsen velünk, az tulajdonképpen a politikai ellenségünk, ugye nem véletlen ugye a rákosista áthallás, azért az mégiscsak egy vízválasztó, egy nagyon jelentős és fontos határvonal. Szóval az első megjegyzésemet azzal zárnám, hogy bármilyen típusú választási siker, parlamenti, országgyűlési, vagy éppen helyi választási siker szükséges, de messze nem elégséges feltétele annak, hogy a NERT leváltsuk, vagy legalábbis ezzel az óriási problémával szembenézzünk. Másik gondolatom, ha úgy tetszik vitaindító gondolatom, az az, hogy, ahogy utaltam rá, van egy nagyon-nagyon jelentős nyílt felvállalása annak az Orbáni rendszernek, amitől a mindennapokban szenvedünk. Ez pedig az, hogyha valaki politikailag nem lojális, az az élet bármilyen területén a rendszer ellensége lehet. Önkormányzati bérlakás kiutalásától kezdve egészen az egészségügyi rendszerig, amint ezt napjainkig látjuk. A magyar társadalom ellen vív az Orbán rendszer háborút, a magyar társadalom az a része ellen, aki nem hajlandó, nem akar, nem tud, vagy valamilyen oknál fogva nem is érdekelt az Orbán rendszerrel való kooperációban. Azt gondolom, hogy ez bármilyen típusú ellenzéki összefogáson túlmutató probléma, ezt a problematikát, hogy elkezdett a rendszer politikai alapon szelektálni szociális ellátórendszertől kezdve egészen bármilyen társadalmi struktúráig, oktatásrendszerig bezárólag, ezt a korszakunk kihívásának kell tekinteni, és nem akarok visszhangot kongatni a választás előtt, de ezekben a kérdésekben az önkormányzatok nagyon sok mindent tudnak tenni, de messze nem elégséges rendszer szinten pusztán önkormányzati léptékben ezen segíteni. És végül az utolsó gondolat, hiszen ugye a baloldalról van szó, és a baloldalnak az Orbán rendszer utáni világban betöltött helyzetéről. Azt gondolom, hogy baloldalról, radikális baloldalról be kell, hogy lássuk, hogy egyedül nem fog menni, nyilván az Orbán rendszernek egy radikális baloldali alternatívája önmagában nem képes a rendszert leváltani. Ugyanakkor ezt mindenki másnak érdemes belátni, hogy a baloldal nélkül sem fog ez a dolog megvalósulni, hiszen az Orbán rendszer a tőkével, a neoliberális autokráciával egy olyan típusú kombinációt, paktumot hozott létre, autógyáraktól kezdve egészen az oktatási rendszerig, meg az egészségügyi rendszerig, hogy tulajdonképpen az a klasszikus neoliberális szabadpiaci vadkapitalista elv érvényesül állami szinten, hogy akinek nincs pénze, vagy nincs elegendő pénze, az tulajdonképpen megdögölhet, hogy egy picit szabad érdesen fogalmazni. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon durva államkapitalista rendszerre alakult, ahol önértéke ezeknek a neoliberális elveknek van, ami azt hiszem, hogy túl azon, hogy félelmetes, nyilvánvalóan kritikára ad okot, és nyilvánvalóan elgondolkodhatja azokat az ellenzéki erőket, akik az Orbán rendszerrel szemben állnak, hogy hogyan viszonyulnak a tőkéhez, és egy Orbán utáni világban lehet-e hasonló paktumokat és kiegyezéseket megtenni és megkötni. Onnan indultam, hogy a választási győzelem az, vagy egy valamilyen típusú siker szükséges, de nem elégséges feltétele a politikai kibontakozásnak. Ezért figyelmükbe ajánlom azokat az ellenzéki oldalon megindult egyéb társadalmi megmozdulásokat, sztrájktól polgári engedetlenségig, ami ki kell, hogy egészítse ezt a politikai küzdelmet. Tehát messze nem csak politikai összefogásban, hanem a társadalmi alapjában kell gondolkodni. És az utolsó gondolatom, ami azt hiszem, hogy tényleg az Orbán rendszernek a legmélyére vezet bennünket, mit kezdünk azzal a feudális berendezkedéssel és gyűlölet viharral, amit az Orbán rendszer ránk kényszerített. Ha egy személyes megjegyzéssel szabad zárni ezt a felvezető gondolatot, az Orbán rendszer egyik legnagyobb problémájának, legnagyobb bűnének, hogy úgy mondjam, hazaárulásának tartom azt, hogy olyan típusú
gyűlöletet szabadított el a magyar társadalomban, ahogyan ez a politikai rendszer és annak a vezetői gyűlölnek bizonyos ideológiákat, embereket, társadalmi csoportokat, hajléktalantól kezdve egészen a menekültekig. Ezzel azt hiszem, hogy megint van dolgunk, és erre, ezekre a problémákra semmilyen tekintetben nem lehet az a válaszunk, hogy amíg van félelem, addig nem szabad a magyar társadalomnak ezeket az attitűdjét, ezeket a berögzültségeit megváltoztatni, hiszen egy felelős politikai gondolkodásnak, egy felelős politikai mozgalomnak, politikai pártnak igenis dolga van ezekkel az érzelmekkel, igenis dolga van azzal, hogy a magyar társadalom ne olyan skizofrén legyen, mint Orbán Viktor maga. Köszönöm szépen. Akkor ezen a ponton a programban való megjelenés sorrendjében szólítanám az előadókat, majd én látom, akad nem át a szót. Akkor azt az utasítást kaptam, hogy a főpolgármester jelöltünknek. Köszönöm szépen a szót. Igen, valóban az a kérdés, hogy tulajdonképpen az az egész gazdasági, társadalmi és politikai berendezkedés, amely az elmúlt 9 évben kialakult, az tulajdonképpen hogyan számolható föl, hogyan haladható meg, tulajdonképpen mi is az, amiben élünk. Szerintem leginkább ezt úgy lehetne megfogalmazni, hogy van egy jogállami demokratikus verseny díszlet, amely díszlet messziről nézve olyan, mintha valódi lenne, és van egy rendkívül egyenlőtlen társadalom és egy rendkívül egyenlőtlen politikai verseny, ami világossá teszi, hogy azért, hogy ezek a külső paramánok mögött nincsen valódi társadalmi igazságosság, nincsen valódi politikai verseny abban az értelemben, hogy az ellenzék és a, én is azt gondolom, helyesen lehet a Fidesz állampártnak, vagy ezt az egész rendszert egy állampárti működésnek nevezni, nincsenek meg azok a valódi versenyképességi feltételek, amik a politikai verseny szempontjából szükségesek lennének. Tehát magyarán, ami Magyarországon van, az egy elképesztő hatalmi koncentráció, amely tulajdonképpen politikai eszközökkel nagyon nehezen kimódítható ebből az egyensúlyból. Paradox módon jövő héten egy olyan választáson veszünk részt, ahol azt az intézményt lehetne használni a rendszer megváltoztatására, amely az egyedüli olyan autonómia, ami még megmaradt ebben a hatalmi gépezetben, mint egy elvi lehetőség. Azért mondom, hogy elvi lehetőség, mert elvileg egy önkormányzat az mindig az autonómiát képviseli, és nem egy hatalmi ellensúly, hanem az autonómia a fő szempont ebben. Tehát nem úgy kell ezt elképzelni, hogy akkor bizonyos pártok kormányon vannak, mások pedig ellenzékben, hanem az, hogy vannak helyi közösségek, amelynek van egy autonómiája mindenkori kormánnyal szemben. Egy ideális versenyű demokráciában például egy erős, akár kormánypárti polgármester komoly ütközéseket vállalhat mondjuk egy kormánnyal szemben, hiszen valójában neki ez lenne a dolga. Ugye a magyar önkormányzatok túlnyomó többsége ugyanúgy a Fidesz képezetnek a része, és tulajdonképpen éppen ezért a helyi közösségek autonómiáját nem tudják szolgálni ezek az önkormányzatok, mert egyszerűen besimultak a rendszerbe. Hogy ennek pontosan mi a pszichológiája, meg hogy hány év kellett ahhoz, hogy ezek a polgármesterek, akik a Fidesz színeiben vezetik a településeket, eljussanak odáig, hogy olyan ügyekben is nagyon nehezen szólalnak meg, amelyek mondjuk az ő újraválasztásuk szempontjából egészen rájuk nézve rendkívül nagy kockázatot jelentenek. Mondjuk én nem tudom, hogy székesfehérvári polgármester éppen az iszap lepakolás ellen, hát én nem, tehát hogy mondjam, azt gondolom, hogy neki sokkal keményebben kéne fogalmazni, és direkt nem egy budapesti példát mondok. Az önkormányzati rendszer akkor lesz valódi ellensúly, vagy akkor lesz valami fajta autonómia védő, nyilván akkor, hogyha ha sikerül október 13-án az ellenzéknek érdemben megváltoztatni a jelenlegi erőviszonyokat. Viszont az nagyon fontos, hogy szerintem a rendszer logikájában nem az következik, hogy az ellenzék beveszi magát az önkormányzatokba, és egy hatalmi ellensúlyt hoz létre a NER-rel szemben, mert akkor valójában leképezi a NER logikáját, és ugyanúgy elnyomja a társadalmi autonómiákat, mint hogy a Fidesz nyomná el,
egy kevésbé válhatatlan módon, de félreértve a saját politikáját. Ebből a hosszú, bár próbáltam nagyon röviden összefoglalni, és ezért fontos gondolati szálak ebből kimaradtak, de arra szeretnék tulajdonképpen konkludálni, hogy mi az a választási stratégia, amit a főpolgármesteri kampányban viszünk, és nem a kampányban viszünk, hanem tulajdonképpen mi az a politika, amire a választás előtt és után is tulajdonképpen építenénk a politikánkat. Én például azért ragaszkodtam a már politikai innováció, például ahhoz, hogy előválasztás révén választom a főpolgármestert. Azért ragaszkodom ahhoz, hogy civil szereplők számára nyitva hagyjuk a politikai teret. Azért ragaszkodom ahhoz, hogy ne az ellenzék és a kormánypárt versenyfutásaként mutassuk be a választást, mert én őszintén azt gondolom, hogy egyszerűen a megmaradt társadalmi autonómiák védelme ennek a választásnak a tétje, amit a óriás plakáton úgy fogalmazunk meg, hogy vegyük vissza Budapestet. És nem az ellenzéki pártoknak természetesen, nem az ellenzéki politikusoknak. Tehát nem az a választás tétje, hogy kinek lesz nagy fekete dízelautója, amivel furatászhat a városban, hanem ez arról szól, hogy megtapasztalják-e a város polgárai, hogy ez a város az övék, ennek a városnak olyan vezetője van, ami az ő hangjukat képviseli, ennek a városnak olyan vezetője van, aki akkor vesz bömbit a kezébe, amikor a város sújtó döntéseket hoznak, és nem abban, amikor egy ellenzéki politikus arcával kell kiabálni. Ebben az értelemben szerintem egy kicsit más ez a választás, nem csak abban az értelemben, hogy a pártok képesek voltak együttműködni, nem csak abban az értelemben, hogy mások az erőviszonyok más a tét, hanem hogy fölismertük azt, hogy valójában nem az ellenzéknek kell választást nyerni, hanem el kell kezdeni feltörni ezt a hatalmi betont, most a szó szoros és átvitt értelmében is beszélhetünk Budapesten betonról, hogy a társadalmi autonómiák elkezdjenek felévedni. Nyilván az ellenzéki pártok részesei ennek a társadalmi koalíciónak, de nem az ellenzékről szól ez, hanem a helyi közösségekről. Ugye lehet tudni azt, hogy tulajdonképpen a modern jogállamok és a demokrácia kialakulásnak az első lépései azok az autonóm települések voltak. Tehát itt épült fel a hatalom korlátozásnak az a rendszere, innen kezdett kialakulni, ami miatt szeretünk liberális demokráciában élni. És ma tulajdonképpen nincs más olyan intézmény, amely bármilyen szinten a központi hatalomnak vagy ennek a hatalom koncentrációnak érdemi ellensúlya tudna lenni, mert egyszerűen a jelenlegi közjogi rendszerünkben nincsen más. Lehetne alkotmánybíróságunk elvileg, meg lehetne ombudsmanunk elvileg, meg lehetne szabad sajtunk elvileg, meg lehetne parlamenti kontroll a kormányzás felett elvileg, de ugye ezek mind nincsenek. Egy olyan hely van, ahol el lehet indulni, ez az önkormányzati politika. És azt is gondolom, hogy az önkormányzati politika azért is nagyon fontos, mert és akkor csak egy picit utalnék arra, hogy milyen a NER utáni baloldal, nyilván nem olyan, mint a NER előtti baloldal. Már csak azért sem, mert nagyon sok idő eltelt. Teljesen más kihívásokkal szembesülünk. Ha választópolgárnak el akarjuk mondani azt, hogy milyen országot szeretnénk, vagy milyen politikában hiszünk, vagy mit szeretnénk csinálni, amikor kormányra kerülünk, akkor sokkal jobban járunk akkor, hogyha egy létező önkormányzati tapasztalatból indulunk ki, mint hogyha valami retrospektív módon visszaidézzük azt, hogy melyik kormányhoz hasonló módon szeretnénk kormányozni. Ez azért is nagyon fontos, mert ugye a magyar a politikai Magyarországon a 2010 utáni rendszer konszolidációja az időben egybe csúszik azzal, hogy a progresszív tábor vagy a progresszív politika teljesen más módon keresi már a megoldásokat, a globális kihívásokra. Tehát ma baloldalnak lenni nem csak Magyarországon jelent teljesen más, hanem mindenhol máshol teljesen más jelent. Megerősödtek bizonyos pártok, zöldek, radikális baloldaliak, más progresszív mozgalmak, és a szociáldemokrata pártokon belül is teljesen más féleképpen gondolkodnak már. Szerintem az önkormányzati politikának éppen az a lényege, hogy felmutatja a társadalmi autonómiákat, felmutatja azt a politikát, amely visszahozza a demokratikus hitet abban, hogy választott vezetőink egy közösséget képesek képviselni, és valami fajta kormányzati tapasztalatot is biztosít, részben a választópolgárnak, amivel le lehet mérni, hogy miben különbözik mondjuk egy szegedi várospolitika egy pécsitől, szerintem óriási a különbség, és minden szempontból a politikusok számára is az ellenzéki politika megújítása szempontjából egy lehetőség az önkormányzati politika minden stabil demokráciában az a királyi útja a politikussá válásnak, hogy valaki helyi politikában kezdi el, és abból nő ki. Hát nagyon-nagyon komoly, ma is egyébként szerintem az Európa legsikeresebb kormány az a portugál kormány, amelynek a
vezetője, és semmilyen áthallást nem szeretnék mondani, nézzék félre, de hát akkor elmondani a polgármester most. Tényleg, nem azért mondtam, nem magamról beszélek, egy tényleg félérthető volt, amit mondtam, de hogy nagyon sok nagy formátum politikus önkormányzati politikával indult, és ez Magyarországon kinyithatja a politizálásnak a kapuit sok fiatal, vagy éppen a politikába bekapcsolni akaró kevésbé fiatal számára. Tehát ebben az értelemben nem csak egy retorikai elem, hanem tényleg azt gondolom, hogy a NER egész szempontjából az önkormányzati választásnak ilyen szempontból nagyon komoly jelentősége van, és nem az ellenzék és a kormány, hanem a hatalom és az autonómiák viszonya szempontjából lehet kibillenteni a mostani rendszert. És persze, amit az Attila elmondott, persze, pontosan tudjuk, hogy ha megnyerjük a választást, akkor még mi mindent örökünk meg, és akkor ugye van a közjogi része, alkotmánybíróságostól, legfőbügyésztől, nem tudom még, meg van egy gazdasági társadalmi berendezkedés, hát itt elképesztő ugye magánvagyonok keletkeztek közpénz átcsoportosításával, de az igazi nehéz örökség, és köszönöm szólva, ehhez óriási bölcsesség kell majd, ha egyszer elénk odáig. Ez pedig az, hogy a magyar társadalom tényleg olyan rossz mentális állapotban van, tehát nem elhűlt ez a nép, ne értsék félre, egyszerűen rossz a kedvünk, rossz a hangulatunk, iszonyatosan magasan van az inger küszöb, tehát tényleg én már nem is tudom követni ezeket a botrányokat, amik kijönnek, tehát pedig hát elég rendkívül, hogy mondjam, szórakoztató fotókat lehet látni az interneten, de tényleg olyan szinten megszállta a politikát az a mocsár, amit a Fidesz behozott, hogy hát nagyon, nagyon nehéz ebben az országban jó kedvel közügyekről beszélgetni, és hát elképesztő gyűlölet és félelem van. Tehát ekkori közönkutatók jön belőlem elő, ugye hát ha megnézzük azt a magyar társadalomnak az értékrendszerét, akkor lehet látni, hogy a félelem manipulálásával hogyan zárkózik be ez a társadalom, és hogyan fogad nehezen olyan dolgot, amire korábban nyitott volt. Hogyan kezdünk bezárkózni, hogyan kezdünk rettegni, hogyan kezdünk összeesküvés elméletekben hitni. Tehát nyilván az az elképesztő mennyiségű politikai, meg média nyomás, ami van a társadalomban, az elkezdte valamilyen szinten átformálni. Én ezt egy borzasztó nehéz örökségnek gondolom, nagyobb problémának látom, mint Mészáros Lőrinc vagyonát, vagy éppen az Alkotmánybíróságban ücsörgő fideszes pártkatonákat, mert ehhez tényleg egy hosszú távú, sikeres, progresszív kormányzás lehet az, ami ezeket a problémákat orvosolni tudja. Nem tudom, hogy ez mikor jön ennek az ideje, minél előbb, annál jobb. Azt viszont tudom, hogy a maradék autonómiák megőrzésének szerintem kulcs jelentősége van a rendszer stabilizálódása, vagy éppen instabilizálódása szempontjából. Tehát az, hogy lesznek-e szabad önkormányzatok, amelyekben jó politikát tudnak folytatni, függetlenül attól, hogy mekkora a mozgásterük van, amit csinálnak, azt jól csinálják, értékelven csinálják, képesek a társadalommal kommunikálni, bevonni az embereket, közösségeket építeni, ennek szerintem óriási jelentősége van. És főleg azért, és akkor ezzel szeretném zárni, a közösségépítéssel. Végsősorban a politika az nem szól másról, mint közösségeket építeni. Illetve a bizonyos szempontból a közösségeket lerombolni. Nagyon sokat hivatkozunk az isztambuli főpolgármester választásnak a tapasztalataira. Én magam is találkoztam az isztambuli polgármesterrel, és találkoztam a kampánycsapatával is. És természetesen nagyon fontos az analógia, amit az Erdogán és az Orbáni rendszer kapcsán itt felfedezünk. De nagyon fontos tudni azt, hogy mi volt az a kampánystratégia, vagy mi volt az a politikai filozófia, ami az Imamoglu győzelme mögött húzódik. Ugye ez nem csak egyszerűen egy kampánystratégia volt, hanem egy társadalmi filozófiai újragondolása annak, hogy tulajdonképpen mi romlott el, és mit kéne máshogy csinálnunk. Ez a bizonyos radical love, tehát radikális szeretet kampány, amit megvalósítottak Isztambulba, ami mögött az a felismerés húzódik meg, hogy abban a világban, amiben élünk, az emberek sokkal magányosabb, mint bármikor korábban. És ez az elmagányosodás és elidegenedés jellemzően egyébként nem úgy, mint a 20. században a nagyvárosokban, hanem elsősorban a kis településeken élő embereknél jelenik meg. És valójában a jobboldali populista politika az ennek az félelemben élő és elidegenedett társadalomnak a manipulálásáról szól, és éppen azért rendkívül sikeres, mert alapvetően az emberek félelemben élnek, bizalmatlanságban élnek, nem tudják, mit hoz a jövő, kevés emberrel beszélgetnek,
És szó szerint, ugye a magyar társadalom például rengeteget néz tévét, ülnek otthon a tévé előtt, amit ugye Orbán Viktor tolt eléjük, és rettegnek. Mindig, valami másról, de mindig rettegnek. És ez egy világtünet, tehát az amerikai kis település emberek is rettegnek a valamitől, és akkor jön a Trump, aki azt mondja, hogy én fölrúgom a konszenzusokat, és csak hozok valami más, amiben te biztonságban fogod magad érezni. És tulajdonképpen, és itt jön vissza ez a Radical Love, radikális szeretet kampány, amit csináltak Törökországban, hogy ők folyamatosan a közösségről beszéltek. És, és olyan kampányt csináltak, amiben rengeteg közösségi aktivitás volt. És az embereknek egy biztonságérzetét adtak azzal, hogy nincsenek egyedül. Hogy van társadalmi szolidaritás, és hogy vannak pozitív célok, amik összekötnek embereket. Én azt gondolom, hogy az önkormányzati politikának pontosan ez a lényege, és az a társadalmi atomizáltságot felhasználó hatalmi manipuláció, amit Magyarországon, Lengyelországban, egyébként Nagy-Britániában, Amerikában, Brazíliában, a világon mindenhol terjed, ennek a táptalaja ez a magányos és félelemben lévő ember. És ennek az igazi politikai alternatívája, és most ez sokkal többről szól, mint pártok, meg hatalom, meg Mészáros Lőrinc, meg ment a hadőrmédia, ez egy sokkal mélyebb probléma, ez pedig az, hogy tudunk-e közösségeket építeni, az emberek úgy érzik, hogy meg vannak becsülve és biztonságban érzik magukat. És ilyet leginkább egyébként az önkormányzatok tudnak biztosítani. Ezt az érzést, hogy nem vagy egyedül, veled vagyunk, ha van problémád, meg tudjuk beszélni, és hogy nem kell félned, mert van egy segítő kéz, ami feléd fordul. Én 5 évben voltam polgármester, és nekem minden ingyenes intézkedésem erről szólt. Tehát mi tulajdonképpen minden, amit csináltunk, az arról szólt, hogy közösségi tervezés, részvétel, emberek bevonása, szociális védőháló, az, hogy a hajléktalanokból nem csinálunk ellenségképet, az egyedüli kerület vagyunk Budapesten, amely nem hozott hajléktalan megzáró rendelkezést. Nem vagyok rá biztos, hogy egyedül vagyok benne, mert mindegy. Tehát, tehát én ezt próbáltam kicsiben. Nem állítom, hogy áttörtük a falakat, csak szerintem erre van a jövő, és szerintem a progresszív politikának ezt kell megtalálnia. A szorongó, egyedül lévő embernek kell alternatívát kínálnia, és ez pont az önkormányzati politika, ahol ezt az ajánlatot föl lehet építeni. Nagyon szépen köszönjük Karácsony Gergelynek, és mielőtt átadnám Majtényi Lászlónak a szót, esetleg arra kérem, hogy majd reflektáljon arra a fontos felvetésre, ami Gergelynél is elhangzott, hogy ugye van egy ilyen elszámoltatási igény mondjuk az ellenzék részéről, akár a jogrendszer tekintetében, akár a Mészáros Lőrinc jelenség tekintetében, és én azt kérdezném, és esetleg erre ha lehet, akkor majd térjen ki, hogy a liberális demokráciának azokkal a igényeivel, lehetőségeivel, hogy mondjuk 89-ben elindultunk, ezt az elszámoltatási igényt véghez lehet-e vinni azokkal a morális jogi elvekkel, hogy jóból jó származik, stb. Ezzel meg lehet-e közelíteni a NER-t, mint egy lebontandó politikai berendezkedés, és esetleg más logikákat is lehet itt érvényesíteni. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen a meghívást, és hát megtiszteltetés, hogy itt lehetek. Rengeteg nagyon izgalmas dolog merült fel. Nyilván nem tudok mindenről szólni és mindenre reagálni, de próbálok néhány dolgon sorba menni, és amit Attila kért a kérdésre is, ha nem is választ mondok, mert nekem mondjam, hogy arra a kérdésre precíz válasz nincs, de valami megközelítést esetleg adok. Az első dolog, amit szeretnék hangsúlyozni, az, ami a bevezetőben is elhangzott, és Gergőnél is felmerült, és nagyon-nagyon fontos dolognak tartom, és nyilván lehetnek hangsúlybeli különbségek, de alapvetően azt kell mondjam, hogy igazából egyetértünk. Ez pedig az, ezt nagyon komolyan alá kell húzni, hogy a nevezük negyedik köztársaságnak, az új alkotmányos magyar államnak a megteremtése, az való igaz, hogy a baloldal nélkül nem képzelhető el, de legalább ugyanilyen hangsúlyjal azt is kell mondanunk, hogy az alkotmányos jobboldal nélkül sem képzelhető el. Tehát, hogyha most nagyon politikailag rendkívül korrekt akarnék lenni, akkor azt mondom, hogy ez a negyedik köztársaság a
az új alkotmányos Magyarország, ez az alkotmányos baloldal és az alkotmányos jobboldal, vagy akkor mondom így most, az alkotmányos jobboldal és az alkotmányos baloldal közös közjogi műve lesz. Ez alatt egyébként természetesen mindenképpen nagy hangsúllyal értenünk kell a zöld politikát, értenünk kell minden a szabadságnak elkötelezett ideológiát és minden a szabadságnak elkötelezett magyar polgárt is. Tehát a kiinduló pontom az, hogy Magyarországon ebben a pillanatban a politikai határ, nem akarok frontvonalat mondani, mert szeretném kerülni a háborús hasonlatokat, tehát a politikai határvonal az a szabadság, az alkotmányosság, a jogállam hívei, és a szabadság, az alkotmányosság, a jogállam ellenfelei között van. Annak is nagyon örültem, hogy a kerületi polgármester jelöltek közül legalább ketten hangsúlyozták azt, hogyha polgármesterek lesznek, és Gergő is utalt erre szerintem ugyancsak nagyon helyesen, hogy nem az őt megválasztó polgárok fele, vagy van mert több, mint a felének a polgármestere óhajt lenni, hanem azoknak is, akik éppen ellene szavaztak. Hát ez persze kétszer-kettő, de ezt Magyarországon mégsem indokolatlan hangsúlyozunk. Egyébként még azt is hozzáteszem, hogy a mindennapi gyakorlati politikában be lehet azt bizonyítani, hogy sokkal jobb olyan állampolgáraként élni, amelyik mondjuk egy radikális, hogy mondjam, autoriter baloldal vagy autoriter jobboldali meggyőződésű ember számára kedvező körülményeket tud biztosítani, mint az az állam, amit az autoriter meggyőződésű személy egyébként maga részéről rokonszenvesnek tart. Tehát gondolom világos, amit mondok, hogy a szabadság ellenségeinek is jobb szabadon élni, mint egy olyan rendszerben, amelyik a szabadság ellenségeinek az ideológiáját képviseli. Ebben egyébként egy ellenzéki önkormányzatnak nagyon fontos szerepe lehet, ha úgy tetszik, erről egyébként az általam vezetett intézet a napokban adott ki egy állásfoglalást, ajánlom esetleg a figyelmükbe, tehát hogy az ellenzéki önkormányzatok olyan gyakorlatokat mutathatnak be a helyi társadalomnak, amely mintául szolgálhat egy alkotmányos rendszer majdani felépítéséhez is. Ebben benne van egyébként az, hogy az adott önkormányzat lakosságát hogy lehet bevonni a döntésekbe, és mennyire lehet figyelembe venni az érdekeiket. Itt, ha megengedik, rögtön tennék is egy javaslatot. Én a közvetett demokrácia híve vagyok, én az alkotmányos demokrácia parlamentáris rendszer híve vagyok, mindazonáltal az, hogy a közvetlen demokráciának bizonyos elemei használhatók egy parlamentáris közvetett demokráciában is, annak szerintem egy nagyon jó példája az online petíciós jog, aminek egyébként semmilyen jogi akadálya nincs, akár a fővárosi önkormányzat, akár a területi önkormányzatok esetében ennek a megvalósítása, ami egyszerűen annyit jelent, hogy a lakosok egy bizonyos százaléka, hogyha valamilyen óhajt megfogalmaz, egy nagyon olcsó, filléres megoldás, ugye az online petíciós jog, sokkal gördülékenyebb egyébként, mint a helyi népszavazás, akkor azt el kell, hogy tudja érni, természetesen azzal a feltétellel, hogy ennek a petíciónak a tartalma az alkotmányosság értékrendjének, az emberi méltóság követelményének amúgy megfelel, azt el tudja érni, hogy az önkormányzat nyilvános ülésen napirendre vegye ezt a kérdést, és adott esetben a petíciós jog megfogalmazóinak az érvei ott elhangozzanak, és ezt nyilvánosan kell megtárgyalni, mondjuk egy parkolási anomália esetén, ez azért nagyon sok segítséget tud adni a demokratikus vezetőknek, a demokratikus pártok képviselőinek. Kicsit elkanyarodtam az eredeti iránytól, amiről még szólni akartam, tehát
a rendszerrel kapcsolatban azért azt hangsúlyozni kell, hogy az autoritár rendszereknek a felbomlása, a bukásáról két dolgot egészen biztosan lehet tudni. Ugye ez a felvezetőben ez elhangzott egy nagyon fontos kérdés. Az egyik az, hogy az autoritár rendszerek bukása vannak ítélve. Az európai jogi kultúrában soha autoritár rendszer nem tudott szépen meghalni, hanem mindig csúnyán halt meg, és mindig meghalt. Ezzel szemben az alkotmányos demokráciák nagyon súlyos vereségeket képesek elszenvedni, például Magyarországon is az elmúlt 10 esztendőben, de az alkotmányos rendszereknek a túlélő képessége sokkal jobb, mint az autoritár rendszereknek. A másik, amit biztosan lehet tudni szerintem legalábbis az autoritár rendszerekről, az pedig az igazság, hogy soha nem lehet tudni, hogy mikor és milyen körülmények között következik be a bukás. Ugye jól tudjuk, hogy a Szovjetuniót dollármilliókért kutatták az Egyesült Államokban és Európában, és senki a világon a legkiválóbb szakértők közül sem tudta megjósolni a bukás pillanatát és a bukás okait. A legnagyobb meglepetésként érte ez őket, amiből ugye az következik, hogy nagy valószínűséggel állíthatjuk, hogy nem lehet tudni. Egyszerűen nem lehet tudni, hogy mikor. Egy banánhéjon szoktak egyébként elcsúszni. Ha most tőlem valaki várna egy mégis valami jóslatot, akkor én azt mondanám, a semmi másba, de a habzsolásba, a nem tudom én, a kastélyokhoz való eszelős ragaszkodásba, ha másban nem, ebbe előbb-utóbb biztos, hogy megbukik a rendszer. Ez az kell, hogy egy kicsit mondjuk fűtetlenebbek legyenek a panellakások valamilyen válság hatására. Tehát ezt nem tudhatjuk. Amit még mondani szeretnék, az az, hogy van ez a széles körben alkalmazott és alapvetően pontos hasonlat, melyik azt mondja, hogy valójában információs buborékokban élünk. Ez mindannyiunkra igaz, ez legalábbis aki az online térben él, az eljut oda, hogy csupa olyan véleményt hall, amelyik nagyon hasonlít az ő saját véleményét. Magyarországon egy nagyon speciális helyzet alakult ki. Az a helyzet, hogy Budapest és a nagyvárosok, azokban a polgárok egy jelentős része nagyjából ugyanolyan tájékozott, mint a nyugat-európai polgárok. Ezzel szemben mondjuk a Magyarországnak egy nagyon jelentős részében ez mondjuk jelentett mondjuk 7 millió embert, most mondtam, körülbelül talán nem járok messze a valóságtól, de a 7 millió ember fölé pedig a Nemzeti Együttműködés rendszere egy információs acélkupolát borított, és milliók vannak, akikhez semmilyen más üzenet nem jut el, mint az abszolút hazug állami propaganda. Ami óriás plakátokon, ingyenes újságokon és az állami propaganda televíziókon és rádiókon keresztül jut el hozzájuk. Na most ennek az önkormányzati választásnak egy óriási tétje, vagy két óriási tétje van. Való igaz, és messze menően egyetértek azzal, hogy jó kormányzással, jó önkormányzással lehet akár politikai eredményeket is elérni, és nem az önkormányzatoknak nem közvetlen, hanem közvetett feladata a rendszerkritika. Radikális vagy nem radikális rendszerkritika. Azonban az is igaz, hogy ez a feladat, ez a jó kormány, hát egyrészt ugye rendszerváltásokhoz Magyarországon Budapest már több ízben elég volt. Tehát minden Budapesten történik ilyen szempontból politikailag jelentős. A második dolog viszont az, hogy ha ebbe az acélkupola mögé be akarunk jutni, akkor annak a kiinduló pontja nem más, mint a magyarországi nagyvárosok, ahol egyébként ugyancsak esély van arra, hogy ellenzéki önkormányzatok alakuljanak meg. És csak úgy lehet ezt az új Magyarországot felépíteni, hogyha a vidéki nagyvárosokból indul el az a mozgalom, amelyik elér a falba ki, és eljuttatja az igazságot a magyar lakosságig. Magyar lakossághoz. Ami a felvetett kérdést a
Attila által felvetett kérdést illeti, hogy egy alkotmányos jogállam mit tud kezdeni a Mészáros Lőrinc jelenséggel, vagy Orbán Viktor jelenséggel, mert ugye Mészáros Lőrinc az Orbán Viktor folytatása más név alatt, hogy mit lehet kezdeni ezzel a jelenséggel. Erre azt kell mondjam, hogy az alkotmányos jogállam rendkívül korlátozott válaszokat tud erre adni, mégpedig azért, mert ahogy a pártállami elitnek az elszámoltatása nem történt meg, hasonlóképpen nehézségekbe ütközik a NER elitnek az elszámoltatása, ami nem azt jelenti, hogy egyáltalában nem történhet meg. Nem jelenti azt, hogy a bűncselekmény révén megszerzett vagyontárgyakat az állam valamilyen módon ne vehesse vissza, azonban nyilvánvalóan a szingapúri és Kajmán-szigeteki cégek és bankszámlák elérése a lehetetlenséggel határos feladat. Másrésztről pedig, ugye egyrészt van egy lehetetlen helyzet, tehát van egy olyan helyzet, amiben kialakult az, hogy a Balaton meg a Fertőtó is egy ember tulajdonába kerül, a gyárüzem és a föld és az egyházak is ugye egy rendszer által megszálltan működnek, hogy ezzel mit lehet kezdeni. Van egy fura módon negatív és pozitív példa, ez a Simicska vagyonnak a sorsa. Én nekem az volt az alap meggyőződésem, hogy a Simicska Lajos akkor, amikor hozzájut ehhez a vagyonhoz és valamilyen belső maffia vita következtében szembefordul a főnökével, és a kezében van például hatalmas infrastruktúra fejlesztési építőkapacitás, ez egy tényleg egy pici ország, ez ugye az ember elindul, nem sokára a határnál találja magát, teljesen mindegy, hogy a Párciumban, az erdélyi városokban, vagy a sziget közben, vagy Burgenlandon épülnek azok a vasutak és utak, amelyekre a Simicska klán ugye fel volt készülve, és azt gondoltam volna, hogy ha a magyarországi közbeszerzések számára elérhetetlenek, akkor majd egy házal odébb áll, ehhez képest kártyavárként omlott össze az egész. Tehát, hogyha az állami injekciók megszűnnek, akkor ezek a helyzetek is bizonyos fokig oldódhatnak, és a maga természetes módján mennek tönkre. Ami elkerülendő, hogy a NER haramiákat a baloldali haramiák helyét a baloldali haramiák vegyék át, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos feladat. Még egy záró mondat csak, hogy fura ez nekem, de nagyon jellemzőnek tartom, hogy az eddigi előadók közül többen is felhozták a luxusautók problémáját, amiben ugye a polgármesterek furikáznak. Én ugye, amikor OFTT elnök lettem, a fenekem alá toltak egy hatalmas audit, és pár csak azt mondtam, hogy tüntessékre soha nem akarom többé látni. Én ugye adatvédelmi biztos voltam, és sor külföldi adatvédelmi biztossal jó barátságban voltam, a német kolléga mondja, hogy neki a hivatali autója egy Golf, és ott van a garázsában áll egy luxus autó, mert nagyon jó a fizetésre. Tehát az például, hogy mondjam, az annak volna jelentése, hogy egyetlen baloldali polgármester nem ül be a luxus merdzsóba, hanem A. biciklizik, hogyha nem lakik messze, B. fölül egyébként a metróra, ugye a norvég királya az olajválság idején 80 pluszosan a metron közlekedett, és otthon hagyta a bujikokat. Hogy mondjam, a dolognak nincsen semmi jelentősége. Azt kell mondani, hogy tulajdonképpen nagyrészt ízlés probléma. De az, hogy a fideszes polgármesterek milyen autóval járnak, a baloldali, vagy ellenzéki, vagy a konzervatív, itt is mindenféle ember van, az ellenzéki polgármesterek pedig egy asztrával, vagy mondom, bicikliznek, az önmagában jelentene valamit. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen, ugye nem provokáció jellege, jegyzem meg, hogy a Simicskát azért a forradalom falta fel, tehát ugye ott egy nem jogállami körülmények között sikerült a házi oligarchát megbuktatni, sőt azért ugye többet is.
És ezen a ponton kérném fel Székely Sándort, hogy tartsa meg a hozzászólását, esetleg reflektáljon arra, amit már ugye elindult, hogy a szolidaritás újra aktivizálódik, jelentős társadalmi mozgalomhiány is van, azt gondolom, hogy a baloldalon, esetleg ez hogyan tud ahhoz a nerutáni baloldalhoz hozzájárulni, hogy legyen végre a baloldalnak egy stabil és nagyon jelentős mozgalmi társadalmi alapja, ami egy tartós társadalmi kapcsolatrendszert alakít ki, és biztosítja azt, hogy ne szakadjunk el a társadalomtól, hogy többször elhangzott a különböző hozzászólásokban. Igen, köszönöm szépen. Majd nem tudom, mennyi időnk van, úgyhogy próbálok sietni. Fogok erre válaszolni, de én is pár mondatot mondanék arról, hogy ugye az ezenek a panelnak a cím, hogy mennyire bizonytalan ez a NER ügy. Jelen pillanatban azért még az, hogy ugye Fidesz hatalom van, és azért és ugye ezt nem lehet egyik napról a másikra, ha csak valami nem történik, valami óriás földindulás, az azt jelenti, hogy itt mindenféleképpen nagyon sokat kell dolgozni. És őszintén szólva, amikor azt mondják nekem, hogy ezt nem látták jönni, hogy a Fidesz ezt fogja csinálni, azon még mindig megdöbbenek. Én 2010-ben, amikor győzött a Fidesz, én pontosan tudtam, és azért szerintem a körülöttem lévő emberek közül is viszont pontosan tudták, hogy mi fog történni. Teljesen egyértelmű volt, Orbán Viktor nagyon sokszor elmondta, és egyébként már 2002-ben kitagadta a fél országot. Az ország azon részét, aki nem szavazott rá, kitagadta a nemzetből, tehát szerintem ilyen kezdésre utána következett egy elég érdekes 8 év, ahol egyébként borzasztó rosszul vizsgáztak a hatalmon levők. Tehát ugye nem véletlenül került Orbán Viktor a hatalomra, és nem véletlenül van most is hatalmon. És leginkább azért van hatalmon, mert az ellenzék az egész egyszerűen, a jelenlegi ellenzék egész egyszerűen gyenge volt. Majd most meglátjuk, hogy mi történik az önkormányzati választásokon, de a nagyon harcios fideszes nem ismerőseimnek, de amikor találkozunk velük, kisebb falvakban vagy nagyobb városokban, és akkor mindig elmondják, hogy az ellenzéki szintér az milyen. Tehát fölmondják a leckét, amit a híradóban hallanak, nem sorolom őket, én nem akarom fölmondani a leckét, de hogy azokat a borzalmakat, amiket az M1-ben, meg az összes többi televízió lehet hallani, azokat, hogy milyenek vagytok. És akkor mindig azt mondom nekik, hogy hát engedjük meg, hogy nektek igazatok legyen, ezek a borzalmak, ezek mind igazak, nem, de mondjuk engedjük meg, és képzeljétek el, hogy ti ezt, a ti kormányotok ezt több ezer milliárd forintból tolja a magyar népnek, most már 9 éve, és ebből a népből még mindig a fele nem szavaz le rátok. Ennek valami oka van. Tehát, és képzeljétek el, hogyha az ellenzék mondjuk nem 6 felé indult volna a 18-as országgyűlési választásokon, hanem mondjuk csak 1 felé, és mondjuk lett volna egy-két-három húzóarc, ne adj Isten, 2-3 mondata az oktatásról, az egészségügyről és a munkahelyteremtésről mondjuk az elkövetkezendő 5 évben, akkor mi történt volna? Nem tudjuk meg, mert nem indultunk 2018-ban közösen. Ez egy borzasztó hiba volt. Én azt hittem, hogy a 2014-es választásnál lejjebb nem tudunk kerülni kampány, hogyan ne politizálj és hogyan ne kampányok, de a 18-ban ezt bizony sikerült megugrani, és ezzel nem mentem föl a Fidesznek a borzalmát, mert az az ő saruk, de hát az biztos, hogy az ellenzék az mindent elkövetett, hogy itt újabb kettőharmadba keverjük ezt az országot, és nagyon nehéz helyzetbe hoztuk magunkat és az országot is. Az önkormányzati választások arra lesz jó, nagyon nem, azért mondom kijelentésben, és nem lehetett mondok, hanem hogy arra lesz jó, hogy valóban visszaszerezve, hát egyszer megszerezve falvakat is egyébként, mert erről is akarok mondani pár mondatot, falvakat, középvárosokat, vagy akár Budapest, a főpolgármesteri pozíció is remélhetőleg valamifajta közgyűlési többséget is, vagy legalábbis egy erős közgyűlésünk legyen, hogy megmutassuk, hogy akkor mi mit tudunk csinálni. Erre lehet építeni hosszú távon. Ezt az embereknek látniuk kell. Az egy óriási kérdés, hogy mi történik akkor, hogyha most az ellenzék jobban szerepel, mint 2014-es önkormányzati választásokon, jegyzem meg, nem lesz nehéz jobban szerepelni, mint a 2014-es önkormányzati választásokon. De azért mi szeretnénk, és úgy tűnik, hogy erre van, jó esély van. És hogyha jó esély van, akkor mit fog majd kezdeni akkor Orbán Viktor, mert gyakorlatilag itt egy egyszemélyes vezetés van, tehát erről ne legyen kétsége senkinek. Ugye az a kérdés, hogy akkor ők mit tesznek? Húznak még egyet a nadrág szíjon, és még durvábbak lesznek? Vagy
vagy visszalépnek kettőzni, és azt mondják, hogy hát akkor lehet, hogy kicsit erősek voltunk, akkor itt látom az arcokat, és nekem is az a véleményem, hogy ennél sokkal durvábbak lesznek. Ez a mostani kampány pontosan megmutatja, hogy mire lehet itt számítani, és ez még tényleg részükről, ez csak a kezdet. Tehát itt legyenek senkinek illúziói, ezek a fiúk nem fogják ám a hatalmat, a közjogi hatalmat odaadni azoknak, akik egyébként nem, azokról az embereknek, tehát az ország azon részének, akiket ők nem is tartanak egyébként az ország részének. És ezt csak mondom, hogy ezt a Fidesz szavazó bázisának egy része, nem az a része, aki meg van félemlítve, és nem az a része, aki meg van véve, mert üzletileg neki az úgy jó, akár egy trafikkal, akár 5 milliárdos valamivel, hanem az a része, aki ebben hisz, és azért van egy ilyen része, az ezt így gondolja. Az nem gondolják azt az ellenzékről, teljesen mindegy, hogy jobbikos, vagy liberális, vagy szóval, hogy nem Fidesz a szavazol, akkor te nem tartozol ide, kész, pont. Úgyhogy ez egy nagyon nehéz szituáció, de egyébként jól jelzi is, hogy egyébként ingatag ez a rendszer. Még úgy is, hogy már 9 éve ők vannak hatalmon, még úgy is, hogy egy olyan 9 éve voltak hatalmon, ahol egyébként elképesztő gazdasági föllendülés volt. Tehát az országban ennyi pénzt még soha nem öntöttek, úgyhogy egyébként körülöttünk is gazdasági konjunktúra volt, tehát jól ment. Majd meglátjuk, hogy most mi fog történni, amikor esetleg nem lesz annyira jó a gazdaság, és esetleg az uniós pénzek is elfogynak. Tehát ez is egy érdekes kérdés, hogy meglátjuk, hogy ebben mi fog történni. De hogy az a lényeg, hogy az én prognózisom az, hogy az önkormányzati választásokon mi meg fogunk erősödni, ezért dolgozunk, és ezzel még jobban ki fog érezhetni a harc a Fidesz és a bármilyen ellenzék között is. Úgyhogy egy nagyon nehéz időszakra számítunk. A jó hír az, hogy szerintem aki ma ellenzékben politizál, az tényleg nem azért politizál, mert ilyen úri kedvében teszi ezt, hiszen szerintem azért ahhoz nagyon elhivatottnak kellene, hogy ilyen támadásoknak legyünk ítéve, és teljesen mindegy, hogy a 1000 fős faluban vagy a 2 milliós városban. Tudnilik, a Fidesz pontosan, hát én azt gondolom, hogy érzik, amit én mondok, mert az utolsó faluban is úgy kampányolnak, mint hogyha tényleg az életük múlna rajta, és egyébként jó okuk is van erre, mert hát, hogy mondjam, tényleg mi ott vagyunk az ilyen borsodi, meg egyéb kis falvakban is, hát az emberek nem elégedettek, hiába nézik meg az M1-et, és félnek, meg én nem tudom mi, hát nem, nekik nem lett jobb az életük, hát aki ismerzett a kis falvaknak az életét, hát ott nem lett jobb, biztos történtek beruházások, meg ilyen dolgok, de ahogy beszélgetünk velük, azért egyáltalán nem tűnik úgy, hogy elégedettek lennének. Ezeket a falvakat most kilóra, darabonként, emberenként veszik meg. 2-3 napos falusi napokat tartanak, minden ingyen van, az ennivaló, az innivaló, mindenki pénzutalványt kap, nem cigány falvakról, tehát most nem arról beszélnek, hogy merre a cigány, egyáltalán nincs erről szó. A saját szavazóikat veszik meg kilóra, mert pontosan tudják, hogy nagyon-nagyon ingatag ez az ő nagyon-nagyon sok ezer milliárd forintból gründolt rendszerük. Úgyhogy ez van. Az önkormányzatokról én is azt gondolom, hogy egy jó kiinduló pontja lehet az ellenzéknek. Amit elrontott, meg talán elrontottunk, én 2001 óta politizálok, úgyhogy talán akkor lehet mondani, hogy tudtunkat is, azt most be lehet bizonyítani élesbe, hogy akkor azt, hogy gondoljuk másképpen, hogy fogjuk máshogyan csinálni, hogyan építünk közösséget, hogy nem keltünk a falvakba vagy a városokban, hogy nem csinálunk a falvakba vagy a városokba ellenségeket a szomszédokból, hanem hogyan csinálunk belük közösséget, nem a szervezeteink számára egyébként, hanem az ország számára. És én azt gondolom, hogy ez ami számít, ezekkel majd dolgozzunk, de tényleg azt mindenkinek tudom mondani, hogy azzal viszont szembe kell nézni, hogy az ellenfeleink, a politikai ellenfeleink, azok semmit, tehát nem, tehát hogyha ők azt látják, hogy az ő hatalmuk 2022-ben, hiszen azért a közjogi hatalom azért onnan eredezhető az országos választásoktól veszélybe van, akkor itt sokkal csúnyabb dolgok fognak történni annál, mint hogy itt mindenféle lejárató kampányok jönnek a választások előtt egy héttel. Úgyhogy én ezt látom, nagyon fontos az önkormányzati választások, nagyon fontos, hogy az ellenzék tisztában legyen azzal, hogy nekünk a Fidesz szavazók nem az ellenségeink, ezt még el kell nekik mondani, nem a
Fidesz szavazók. Nem azokkal van problémánk, akik nem szavaznak a mi szervezeteinkre, nekünk tényleg hatalommal van problémánk. Ezt nagyon fontos elmondani nekik is, hogy ezt meg kell, hogy értsék. Szerintem talán ez egyik legfontosabb ügy, mert csak utána fogunk tudni közösen egy új alkotmányt, egy új köztársaságot felépíteni. Olyan nincs, hogy baloldali köztársaság, vagy liberális köztársaság, vagy ilyen nincs. Itt magyar köztársaságot lehet és kell is csinálni, és azt természetesen abba be kell vonni azokat is, akik egyébként lehet, hogy politikailag nem feltétlenül értünk benne mindenbe, de ahhoz, hogy itt egy országban tudjunk élni a következő sok száz éve majd, ahhoz ezt nekünk először is meg kell verni a Fideszt, önkormányzatiban is, országgyűlésiben is, kisfaluban is, nagyvárosban is, és aztán pedig egy kiegyezést kell tenni, és egy új vonalat kell húzni, és újra felépíteni ezt az országot, közjogilag is, meg lelkileg is. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen, lassan a panel végéhez érünk, és nem tudom, hogy Lászlónak vagy Gergelynek van-e reakciója, vagy esetleg Sándornak még. Ugye 14 órakor végződik ez a panel. Nyilván nem akarok összegzést vonni, majd Kalmász Szilárd a végén megteszi, csak két gondolat. Én nem hiszek abban, hogy minél rosszabb, annál jobb. Tehát, hogy minél jobban radikalizálódik az Orbán rendszer, annál hamarabb vége lesz, mert azért a diktatúrák valljuk be, hogy nem így működnek. De az kétségtelen tény, hogy azért az Orbán rendszer radikalizálódásának nagyon-nagyon-nagyon erős lenyomata van a magyar társadalomnak, nem csak az ellenzéki oldalán, hanem a fideszes táborban is. Tehát azért látszanak azok a jelek, hogy ez a háborús, militarizált diskurzus és pszichózis azért nyilvánvalóan egész országnak a mentál higién és fizikai lelki állapotát megterheli. Ugyanakkor én azt hiszem, és ezért nagyon-nagyon fontos, hogy elmenjünk szavazni, azért azt is látni kell, hogy nem csak a fideszes oligarcháknak, fideszeseknek, hanem tulajdonképpen a baloldali, liberális, alkotmányos, konzervatív tábornak is az élete múlik ezen a küzdelmen. Tehát én nem gondolnám azt, hogy takargatni kéne, hogy itt bizony egy nagyon-nagyon erős háborús övezetnek a kellős közepén vagyunk. Ugye ne felejtsük el azt, hogy a Fidesz a rendszerre, az Orbán rendszer nem 2010-ben épült, hanem 2006-tól folyamatosan, ugye amikor a választások segítségével elkezdik azt az ellenhatalmi rendszert felépíteni, ami aztán 2008-ban először, aztán 90-ben, majd pedig 10-ben tulajdonképpen be fog betonozódni. Tehát én azt gondolom, hogy igenis támaszkodnunk kell jó értelemben azokra a hátországokra, amelyek megmaradtak és esetleg újként megnyerhetőek baloldali szempontból. Tehát azt, hogy a baloldali vezetésű önkormányzatnak, még hogyha mondjuk függetlenként is került megválasztásra, ebben a közösség megtartó, közösségszervező helyzetben igenis felelőssége és lehetősége van, szerintem azt nem szabad eltagadni és megtagadni, azzal együtt, hogy abszolút egyetértek azzal, hogy itt bizony egy polgármester nyilván az egész közösséget képviseli, és tulajdonképpen a Jobbik arcát mutatja a fideszes szavazók felé is. Csak azért azt sem szabad állítanunk, hogy ezzel a Jobbik arc mutatással be lehet fejezni a politikát, és azt lehet mondani, hogy bizony nem kell nagyon erős politikai identitásokat építeni, és politikai közösséget építeni. Tehát azt hiszem, hogy ez az a kettős feladat, amivel meg kell birkózni egy ellenzéki siker esetén, hiszen, és ezzel zárom ezt a panelt a részemről, valóban egyet lehet vele azzal érteni, hogy itt bizony folyamatosan radikalizálódni fog az Orbán rendszer, és ebben a folyamatos radikalizációban nagyon-nagyon-nagyon sok minden benne van, még ideológiai alapon való szelektálás egyetemeken, oktatási intézmények teljes spektrumában, és az egészségügyi folyamatokat azt nem kell, hogy eseteljem, az a magánegészségügyi rendszer, amit a Fidesz kimenekít és felépít, az tulajdonképpen ki fogja ölni és tönkre fogja tenni az állami egészségügyet ebben az országban, sőt ez már tulajdonképpen meg is történt. Tehát én azt gondolom, hogy úgy kell ellenhatalmat felépít, hogy egyszerre mutatjuk azt, hogy mi egy jobb, mi egy másik köztársaságot szeretnénk építeni, de a mieinkért felelősséggel tartozunk. Köszönöm a figyelmüket!